Üdvözlöm tisztelt nézőinket a Lólépésben Schak magazinban. Mellettem ő Varga Péter, nagymester, nemzetközi mester, műsorvezető társam, én pedig Gunyác vagyok. Üdvözlök én is mindenkit! A múltkori műsorunk óta két forduló is, le, is lezajlott a megyei csapatbajnokságban, és születtek váratlan és kevéssé váratlan eredmények. A 2017-18-as bajnoki évadra a vajai csapat jelentősen megerősödött. Ennek ellenére, a harmadik és negyedik fordulóban hát köznyelven mondva liftezett egy kicsit. A két fordulóban összesen 10 pontot szerzett, de meglehetősen furcsa körülmények között, egyszer 9,5 félre kikapott, egyszer pedig 9,5 félre nyert bajnokesélyeshez módon vezeti a tabellát a Piremon első csapata, szép győzelmet aratott a harmadik fordulóban és a negyedik fordulóban egyaránt. Természetesen például nagy ellen kötelező az MB2-es múltú Piremonnak győzni, de a, a, közel 10 pont, tehát a, a 9 9-9,5 pontos nyerés az azért mindenképpen dicséretet érdemel. A, az érmes helyezéseknek a, a várományosai, tehát a Piremon egy mellett a, a, többi erős csapat is győzelmeket aratott, így győzelmet aratott a Dávid, győzelmet aratott a kiváló erőkből álló kisvárdai csapat is, amelyik ugye 9 és tudta elgázolni a, vaja, a, vajai csapatot, a győzött a sakkiskola, illetve Nyíregyházi Sportcentrum második csapata is. Előbb a Nyírbátori csapatot győzte le, ha nem is igazán kiugró eredménye 7 és fél, 2 és félre, tehát két és fél pontot a sportcentrum Nyírbátorban hagyott, de a negyedik fordulóban 9 és fél félre, csupán egyetlen döntetlen engedélyezve ki tudta ütni a fehér gyarmati csapatot. A Tabella nem egyenes, tekintettel arra, hogy a negyedik fordulóban a Dávid Kisvárda mérkőzést elhalasztották, tehát azon, azon mérkőzés lejátszásával tudjuk majd pontosan megmondani, hogy mi is a pontos helyzet a tabellán, az azonban egyértelmű, hogy vezet a Piremon 33 ponttal. Másfél ponttal lemaradva a Nyíregyházi Sportcentrum második csapata, 31 és fél ponttal, és 21 és fél ponttal a harmadik kisvárda, de egy mérkőzéssel kevesebbet játszott. Utána következik Vaja és a és Nyírbátor, de a Dávid SC is ott van, mindössze 18 ponttal, tehát alig van lemaradva a harmadik helyen álló kisvárdától. Amikor le fogják játszani a mérkőzést, akkor elképzelhető, hogy harmadik, negyedik helyen ugye a kisvárdai csapat és a Dávid fog állni. A következő forduló sláger mérkőzése lesz a Piremon első csapatának és a Nyíregyházi Sportcentrum második csapatának a mérkőzése. Természetesen a mérkőzés esélyese a hazai csapat, tehát a, a Piremon csapata, de hát a sportcentrum második csapata sok ifivel gyerekkel okozott már időnként meglepetéseket. A verseny helyszíne igazán méltó lesz, hiszen a megyeháza besenyei termében fognak megmérközni megmérkőzni a 64 mezőn a, a, két, hát talán legjobb csapat a megyei csapat bajnokságban. Az előző műsorunkba nem fér bele időhiányában a megye egyik legrangosabb versenyéről való tudósításunk, a megyei egyéni bajnokságról szóló ö, tudósításunk. December utolsó napjában, december végén rendezte meg a Megyei Sakszövetség a polgármesteri hivatal épületében a megyei egyéni bajnokságot, ahol megyebeli játékosok és megyében lakó játékosok jogosultak indulni a versenyen. Mester-mesterek végeztek az élen, de emellett még ö, több ö, megdöbbentő helyezésnek voltunk a szemtanúi. Péter volt a verseny főbírója, úgyhogy én nem is ragadnám el tőle a szó, csak annyit mondanék. Péter, mint főbíró, a partiknak a szemlélője jobban el fogja tudni mondani, hogy a legüdítőbb kivétel a Piremon egyik ifjú tehetsége Görömbei Bálint volt, aki rendkívül csekély számmal, egy általános iskolás fiatalemberről van szó, rendkívül csekély értékszámmal vetette magát a küzdelembe, meglehetősen jól játszott, és a csodás ötödik helyezést tudta elérni. A baj címet a Nyíregyházi Sportcentrum kárpátaljai mesterei szerezték meg. A verseny tulajdonképpen ö, ö, olyan mezőnyű volt, hogy két játékos, a Sportcentrum két munkácsi lakosú játékosa kiemelkedett a mezőnyből, Andrej illetve András Vacsilia és orosz Robert Fidemesterek emelkedtek ki a mezőnyből, tehát mindenki kettejük versenyfutását várta, orosz Robert azonban egy, egy döntetlen elhullajtott a verseny elején, és ez szinte predestinálta a versenyfutásnak a végeredményét. Péter, mint a partik szemlélője és a verseny főbírója, hogy láttad a bajnokságot? Hát nagyon jó kis bajnokságon vagyunk túl. Meglepetés ugye nem született az első két helyen. Nagy harc volt a harmadik pozícióért a többiek között. És ugye, amit említetted, hihetetlen meglepetés volt az ifjú Görönbei Bálintnak a szenzációs teljesítménye. Természetesen voltak szerencsésebb partia is, de ez a sakjátéknak a része, ez nem csökkenti az érdemét, hogy, hogy ilyen, az első nagyon komoly versenyén ilyen fantasztikus eredményt tudott elérni. A többi eredmény közül mindenképp meg kell említeni, nagyon-nagyon jól játszott a Békési János, és... Sok, ő szerezte meg a hűvösen csillogó bronzérmet. Hát azt hiszem ő volt harcban a a Suli aki sokad virágzását éli már, és hihetetlen és jó játszott himre Imre is, és hogy pontosan, ugye a harmadik holdversenyben végeztek, ha minden igaz, a, a Békési János és a Suli és, a és azt kell kiemelnem, hogy mindketten egy fél pontot elcsíptek a legjobbaktól. A Békésinek az orosz Robert ellen sikerült döntetlent kiharcolni egy nagyon jó partiban. A, a pedig az utolsó a vacsélja, Andi ellen játszott döntetlen feketével viszonylag gyorsabb lefolyású partiban, úgyhogy, úgyhogy, ezért meg is érdemelték, hogy ilyen jól végeztek ezen a megye bajnokságon. Idén egy picit kevesebben indultak, de, de így is én úgy gondolom, hogy a megyebeli játékosoknak egy nagyon-nagyon jó erőfelmérő ez a verseny, főként az ifjúságiaknak. Én egy picit több ifjúsági játékos váltam a versenyen, de remélhetőleg jövőre ez, ez a várakozásom is. Uh, uh, hely, cél, tehát, uh, teljesül. teljesül majd. A bajnokságon persze uh, játszhattak volna akár többen is, ifik és felnőttek is, de azért tegyük hozzá, hogy a Magyarország sakkélet versenypalettája rendkívül széles és. Uh, a megyei egyéni bajnokság időpontjában is nagyon sokan más versenyen játszottak, tehát én sem indultam azon, ha jól emlékszem, akkor a siófokon játszottam azon verseny idején, de, de ez már a magyarországi sakkéletnek a, a áldása vagy rákfenéje, nem is tudom, hogy ö, fogalmazzak, hiszen rendszeresen előfordul, hogy megyei csapatbajnokság ö, fordulójának napján, vagy MB2 fordulójának napján is... Ö, olyan mutatós és nagyszerű versenyeket rendeznek az ország különböző helyein, hogy sokszor egy, -egy csapat ezért áll ki, kisé meggyengülve, mert játékosai egyéni versenyen játszanak. Beszélnek a megyei egyéni bajnokságról a Partik. Milyen partit hoztál, Péter? Bemutatod-e nekünk a bajnokot, az ezüstérmest? Mindenképp két partit szeretnék bemutatni az első két helyezett játékostól, és reményeink szerint ilyen jó partikkal fogják megörvendeztetni csapataikat. Úgyhogy... Hát a Nyíregyházi sportcentrumot, ugye Vacsirja is és Orosz is a sportcentrumnak a játékosa. Vacsília még nem szerezte meg a mesteri címet, de azt hiszem ez már csak rövid időnek a kérdése, olyan jól játszik. Orosz pedig már réges rég fidemester. Tehát világosan játszott Bodrogi László, és a Vacsirja játszott Feketével. Ezt még a tavaly játszották ezt a partit a, a, Nemzeti Csapatbajnokságban, de egy nagyon szép támadó partit fogunk ma e, látni. Világosan l 4 el kezded Modragi, amire C5-tel, ugye a szicilé védelem bekerültünk, Huszár F3-mal folytatta. Világos D6-tal következett fekete, D4, C D4, Huszár üti D4, Huszár F6, következett Huszár C3, és ugye A6-tal a Najdorf változatban vagyunk. Ez az egyik legnépszerűbb és a legjobb változat is, legkorrektebb változat sötéttel, szicíliai védelemben. Futó c jött világos. Ezt nem tartják a legjobbnak, de egy veszélyes változat, ez a futó c változat, azt kell tudni róla. A legjobbak nem ezt játszák, de, de természetesen, aki nem ismeri, nagyon gyors nyeréseket lehet itt fehérrel végrehajtani, hogyha fekete ugye ismeretlen vizekre tévedne. Elhatta folytatta. Sötét, amire elsáncolt. Világos, futó E7-tel ugye fejlődött. Fekete, futó B3-mal visszafúzta ezt a futót, világos, elsáncolt. Fekete, bástya egy következett, és itt futó d 7 folytatta. Sötét, ennek az az értelme, hogy ha huszár c ami a partiban is jött, hogy futóval tudjon C6-ra ütni, és azonnal jó helyre kerüljön ez a futó. Kisé nyomotnak tűnik a centrum a sötétnek, de az meglehetősen rugalmas, és ki tudja rúgni magát. Igen, meg ugye itt a C vonalon akar fekete esetleg ellenjátékot létrehozni, e pont az övé, tehát nem olyan, tehát olyan kicsit csalók ez az állás, tehát Sicília védelemben mindig ugye az ember úgy gondolja, milyen szépen áll fehér, de pillanatok alatt fekete, ahogy mondtad, kirúgja magát, és, és, és azonnal át tudja venni a kezdeményezést. Vezér F3-mal folytatta világos, ez érdekes lépés, én inkább a futóval fejlődtem volna, akár E3-ra, akár f 4 el szoktak itt jönni, F4, f szokott a terv lenni világossal, tehát ez egy furcsa lépés, de van a másik terv az, hogy vezér F3, vezér G3, futó h jönnek, én ezben nem nagyon hiszek. 20 C6-tal fejlődött fekete, nagyon jó lépés, 20 üti C6, és a futó üti C6, ugye, amiről beszéltünk, a C8 futó C6-ra került, ugye, a nagy átlóra, és onnan azonnal nyomást tud gyakorolni az E4 gyalogra, sőt, akár ugye még, még d 5 is tud majd valamikor nyitni. Már pedig ha a szicíliaiban sötét jól tudja meglépni a D5-öt, akkor már akkor nincsenek gond. gondjai. Igen, akkor azt szokták mondani, hogy kiegyenlít fekete azzal a lépéssel. Futó F4-jel fejlődött világos, ugye azt mondhatnánk, hogy most fejeződött be a megnyitási rész, ugye kifejlődött fehér az összes, és fekete is az összes könnyű tisztjével, huszárokkal, futókkal elsáncoltak, úgyhogy jöhet a közel harc, ugye a középjáték része. Tehát világos nyilván a D6 gyalogra akar rájátszani. Sötét pedig, ugye fejlődik a vezérrel, meg a C vonalon esetleg. A parti más le fog majd mutatni, de ezt majd megnézzük, hogy hogy alakultak ezek a lépések. Vezér teljesen logikus lépés, ugye kifejlődünk a vezérrel, Bástya ad 1 el ugye megtámadta a d gyalogot, Bástya ad 8 al ezt megvédte Fekete. És ez nem különös lépés? Nem esetleg az F8 bástyát, a másik bástyát kellett volna D8-ra tenni? Ez vált, attól függ. Ugye most a C vonalon kérdés, hogy mennyire tud, mennyire nem tud játszani fekete. Ugye B5, Bástya C8, Bástya FD8 így is szoktak, meg Bástya D8, Bástya f 8 a másik felállás. Meg szokták F8-on is hagyni a Bástyát, hogyha az az állás szerkezet jön ki, ami a partiban kialakult, azt majd meg fogjuk látni. Tehát így is, úgy is, ez attól függ, én is az albástát szok tenni inkább D8-ra, és az f bástát E8-ra, mert főként, hogyha E5 vagy D5 jön, akkor ugye az A és D vonalon lesz szükség erre a két bástára. Hát olyan állások is vannak a, a Najdorfban, amikor az F8 bástya szerepet kap a, a, a királyszárnyon. Igen, igen, igen. Hát akkor ez már valamit, valamit elárult Vacsiljának a terveiről. Igen. Ez a bástya lépés. Most világos egy érdekes lépést tett, ugye Huszár D5-tel, vetette ezt a huszát ide. Ugye a gyaloggal ütni, akkor visszajutni a gyaloggal, és az E7 futó ugye megnyílna a bástyának, az E -báscsának a, a vonala. Úgyhogy ezért, és itt jött ez a tipikus szerkezet, hogy futóval ütött D5-re, futó üt D5, E üti D5, és E5-tel ugye a centrumot úgymond idézőben lezárt a fekete, tehát ezt nehéz megnyitni, de az a lényege, hogy ugye a B3 futó az a gyalog mögé ugye ott egy picit beragadt, tehát annak nem nagyon van játéka, és fekete pedig ugye előtt után majd elmegy a huszár, és e föttel a királyszárnyon fog megindulni, és ott lesz játéka. Szóval tehát a huszárnak, ha mondjuk D7-re visszakozik, akkor C5-ön is elég jó helye Igen. van. Igen. Tehát ezért én úgy gondolom, én ezt lehet persze fehérrel világosan is játszani teljesen normálisan ezt az állást, de én jobban szeretem feketével. Valamiért nekem ez e, szimpatikus a feketével, ez az állás szerkezet. c 4 folytatta. Ugye világos, megvitte a D5 gyalogot, Huszár D7 következett. Én nekem annyira nem tetszik ez a felállás, mert hiába van futópárja világosnak, nem olyan az állás hogy a futópár erre érvényesülhessen. Zárt, viszonylag zárt a pozíció. Hát Vagy ugye a... azt, mondja, azt, mondhatnánk, ugye, hogy félig nyílt, mert ugye a Szicília egy félig nyílt megnyitás, de ott, ha megnézzük ezzel a D5 gyaloggal és az E5, te, hogy fekete, ezzel egy, ezzel egy bármikor ugye majd valahogy, hogyha C5-re jól meg tudna c 5 -e jól meg tudna indulni világos, de azt most ugye a huszár is fogja, a vezér is fogja, tehát nem nagyon tud, és nehéz belekötni a fekete állásában. Nekem a világosnak a B3-on álló világos futója sem tetszik. Igen. Annyira nincs játékban, beragadt egyszerűen, hát mint egy gyalog. C2 lenne a helye, és ugye arra az átlóra áttenni. És hát ugye, ha matfenyegetésekkel lehet kombinálni. Itt az lenne a terv igazából, itt az szokott fehérrel lenne, hogy futót ugye valahogy visszaviszik, itt a 3 B4, futót ugye L3-ra majd vissza, és ola, hogy C5-tel megindulni a vezérszárnyon. Tehát bástát C1-re, D1-re, és akkor ott elindulni. Kérdés, hogy erre mennyire van ugye ideje világosnak, feketének pedig az, hogy f 5 l 4 f 4 el a király elindulni. Tehát ilyen ellenkező szárnyi támadásoknak azért a gyorsasága a legfontosabb. És itt, aki gyorsabb, ugye azt szokott Igen. nyerni. a 4 el folytatta világos. Tehát tisztázni akarja a, a vezérszárnyi problémát. Igen. F5, nagyon jó lépés, ugye fekete a saját tervét folytatja, futó C2 következett. Ugye nem érdemes az F4 futót ütni, mert azzal csak dupla gyalog lenne, és az E7 futó ugye vissza tudná ütni az E1 bástya. Tehát ezt a szerkezetet nem rontja így el fekete. Vezér C7-tel visszakozott, ugye ott most már nincs helye a vezérnek, amire bástya C1 jött, ugye nem lehet C4-re jól ütni, mert ugye futó üti F5-t következne rá. Erre következett Bástya F7. Most már leüthető az F4 világos Igen, futó. Igen, ugye most fenyeget az F4 futót ütni, futó D2-vel vissza kellett jönni, amire ugye E4-jel azonnal rátámadta a vezér, és ugye belekerült ebbe a tempóba. Vezére a 3 jött. Ugye a terv továbbra is adott, B4-C5 re játszik világos, ugye fekete pedig a saját tervével, huszár előtt el, ugye centralizálja a huszárját, és valahogy majd neki F4, F3 lenne a terve, meg ugye most huszár üti C4 azért fenyegett, tehát azt megtámadta a C4 Elég csinos lépés. B3-mal ezt meg kellett védeni, amire ugye futó H4 következett. Ez egy nagyon jó lépés. Ez az értelme, hogy itt a király szányra helyezze a tisztjeit fekete, és megpróbál akár még áldozatok útján is, ugye minél gyorsabban megérkezni a királyhoz, a világos királyhoz sötét. És azért én azt hiszem, annak van jelentőség, hogy A3-on ragadt a világos vezér, tehát messze a királytól. Igen, 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 igen. Én nem is tudom, hogy, hogy mit tudnék itt pontosan lépni. Jó, ugye F4 még nincs, mert az E4 az ott ragadna. Báscsel fegye folytatta, ez nekem nem tetszik, de valószínűleg lehet, hogy ilyen F4 lenne a tervem. És erre ugye most Huszár g 4 folytatta sötét. Ugye itt uh, majd vezér E7, és akár vezér e átrakni a vezért a centrumba, vagy ugye a király És nem olyan egyszerű tisztázni mondjuk G3-mal, mert akkor a a világos pontok Igen. a királyállásban. Futó D1 következett, ugye ezt a G4 lovat megtámadta, mire Huszár eljött, jött. És itt szerintem elég nagy hibát vétett világos, ugye futó E2-t lépte, ami, ami biztos, hogy nem volt jó lépés gyakorlatilag azért, mert megengedte F4-et, és itt gyakorlatilag ez a gyalogroham elsöpörte világos. Tehát itt valószínűleg futó C2-vel vissza kellett volna menni, és arra kellett volna, az e 4 gyalogra nyomást kellett volna helyezni, hogy ne tudjon F4, F3-mal megindulni fekete. Tehát ez a futó L2 volt stratégiai hiba, hogy megengedte, hogy F4 következzen. Ugye megjött B4, tehát világos is megindul, de hát a gyorsabb egyértelmű a fekete. Tehát szép, lehet hogy látni. ugye most a vezér már játékban van, és Igen, vezérszányi kezdeményezés, de... De f3-mal megérkezett, ami ugye azonnal szétszette a fehér királyállást, ugye futó d 1 jött, ugye nem nagyon lehetett ütni, mert akkor csak a g-vonal is kinyílik világos királyra, amire ugye vezér d7 egy nagyon jó lépés, ugye vezér g4-jel jön a fehér király felé, nem nagyon tudott mit csinálni, h3 következett, de ugye vezér f ugye megjelent ez a vezér, és hogyha megnézzük, ugye az E5-23 H4 futó, az F7 bástya is ott van, ugye nagyon-nagyon nagy támadó erő van ezekben a tisztekben, és többség is van. G3-ban nem lehetett tisztázni, mert arra hát, vezérőt H3 és H3, G2 matek van. Hát gyakorlatilag van. Nincs, nincs, nincs védelem, tehát így gyakorlatilag annyira maradtak ezek a világos futók, annyira nincs most helyük, hogy így gyakorlatilag szinte ez egyenlő a feladással. Erre leütötte a G2-t, fekete királyüti G2-re pedig vezér G6 sak következett, és király h 1 el ugye igazából itt fel is adta fehér, több minden jó lépés is van, egyszer akár a, a Bássai F2 nagyon erős lépés, hogy olyan leüti, akkor futóval visszaütök. Huszár F3-nak is lennének hívei, a Bástya F3 ugye minőség áldozat is szinte azonnal nyerne, tehát itt, itt egész egyszerűen uh, gyakorlatilag feladta. De a Huszár D3 is nagyon erős, hogy, hogy az F2 gyalogott. Hát, innen már csak szimpátia a kérdés, hogy melyik nyerést kaszírozza vacsője, úgyhogy Bodogi Laci az kezet is nyújtott igen, neki. Igen. Ez nagyon érdekes állást fogunk nézni, mert egy szép taktikai motívummal fogjuk megismertetni a nézőket. Világosra a játszott, és sötéttel a megyebeli játékos Békési János, aki egy szép taktikai motívumot alkalmazott ebben a partiban, és egy fantasztikus gyalogrohammal szedte szét az ellenfelének az állását. Tehát világosnak az utolsó lépése vezér G5 volt, ami ugye nem volt egy jó lépés, mert huszárüti D5-tel ugye egy védtelenné vált ez a vezér, és ugye egy átmeneti tisztádozattal, amit nem lehet elfogadni, mert ugye akkor a vezért le tudná ütni. Ezzel ugye e, sötét, egy szép gyalogot nyert, tehát ezt a típus motivumot, hogyha ilyen kötés van, de védtelen a figurám, akkor ilyen huszár elugrással, ez a huszárüti D5-tel, ez már elég sok e, taktikai motivumként előfordult a sakk ez, ez a, típusú motivum. Vezér h visszament, világos, hogy megpróbáltott hát ha mattot ad, de amire 20 huszár f 4 je ugye gyenge mezőt elfoglalta a huszárral, sötét, amire H üti G6 következett, F üti G6, ugye F felütök, hogy a vezér visszavédjen a H, hét gyalogra, úgyhogy nincsen mat, huszár D5 következett, amire természetesen futó üti D5, E D5, huszár C-ről D3-ra, ugye sak király D2 következett, és huszár D5-tel még azt a gyalogot is leütötte. Most ha rá kell nézni, gyakorlatilag pillanatok alatt szétesett a fehér haderő, de nagyon szép és látványos volt a befejezés. Bástya arról F1-re, tehát világosnak legyen. már alig, ha van más esélye, mint hogy ö, igyekszik bemattolni sötéte, tehát mindent hát egy lapra igen. feltéve támad. Csak nincs mivel, ugye a huszár se tud jól jönni, a futó se jön, ugye van, két, van, egy vezér meg egy bástya hávonalon, de azt a vezért egy az egyben kivédi, meg még a bástya is, hogyha nagyon kell. Van az úgy, hogy elfogy a puskapor. Igen. Vezér F7 következett, amire huszár E2, bástya A B8, B3, huszár 5-ről F4-re, Huszár G3 következett, D5, és szépen elindulnak ezek a gyalogok, Bástya H2, vezér E7, futóüti D3, Cüti D3, Bástya F-ről H1-re, ugye h kis nyomás, de Bástya f 7 tel mindent kivédett, fekete. Király D1 következett, Bástya B6, amire G5, E4, e 4 Düti e 4 vezér H4, ugye és az E3-mal ez az első prő gyalogroham gyakorlatilag azonnal végez, vezér G4, E2 sak, király D2, vezér B4 sak, király C1, E1 új vezér érkezett a táblára, Bástya üti E1, vezér üti E1, király B2, vezér E5 sak, király A3, és Bástya B5-tel ugye itt feladta világos. Itt minden esetre ez a 20 előtti D5-ös e, típus motívumot volt érdemes látni a, ebben a partiban, ami után fekete totálnyerésre nyerésre állt, de, de maga szép látvány ez a szerkezet is, ahogy a gyalogok megindultak, és ugye ahogy szokták mondani, hogy sok lúd disznó győz, nem tudott fehér ezzel mit tenni. Tegyük még hozzá, hogy ahogy szoktad tanítani a, a nebulóknak, hogy az F6 huszár elugrása azért volt lehetséges, mert az egy látszólagos kötés volt, tehát a lekötött figura, a lekötése feloldható volt. Igen. Műsoridőnk végére érkeztünk, remélem tetszettek önöknek a partik és kombinációk. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! Viszontlátásra!